A nyugdíjak megadóztatását javasolja a kormánynak az OECD. A szervezet szerint ezzel meg lehetne osztani a terheket a jelenlegi és a jövőbeli nyugdíjasok között. Bár a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára első körben elutasította a javaslatot, a Híradónk által megkérdezett nyugdíjszakértő szerint a jövőre életbe lépő törvény lényege éppen ez lenne. Az érintetteket felháborította a javaslat. Making all pension benefits liable to income tax. A nyugdíjak is tartozzanak a személyi jövedelemadó hatája alá. Ezt kedden országjelentése ismertetésekor javasolta a kormánynak az OECD. A szervezet szerint így hosszú távon is fenntartható lenne a nyugdíjrendszer. Ráadásul a nyugdíjak megadóztatása a terheket is megosztaná a jelenlegi és a jövőbeli nyugdíjasok között. A gazdaság állapotától függ minden intézkedés szerintem. Tehát egyetértene vele adottas? Nyugdíjas vagyok, igen. Van, aki egyetért a javaslattal, a legtöbben azonban felháborítónak tartják. Kevésből is még levesznek, az borzasztó. Én nem fogadnám el. Az én édesanyám is már jócskán nyugdíjas, ő is maximálisan ez miatt föl van háborodva. Biztos, hogy sokkal nehezebben fog tudni majd kijönni a nyugdíjából. Nem tartom igazságosnak. Hogy ki mennyi nyugdíjat kap, azt most a nettó bére után állapítják meg, azaz a keresetéből levonják a közterheket. Így gyakorlatilag a nyugdíjak is adóznak. Ha az ellátást bevonnák a személyi jövedelemadó hatája alá, azzal a szakértő szerint a nyugdíjasok duplán fizetnének, havonta 15-20%-kal csökkenne az ellátásuk. Sokkal több érszó amellett, hogy ne brutto alapon, tehát ne adózzék a nyugdíj, hanem a jelenlegi rendszer maradjon. Egy külső tényezőhöz, jogintézményhez kötni a nyugdíjszimulát én szerintem rendkívül aggályos. Sokkal több probléma állna elő, mint amennyi előny származna ebből, nekem ez a szakmai véleményem. Nem érthetünk egyet. Az OECD javaslatát egyébként kedden elutasította Cséfalvai Zoltán, az ígéretére azonban úgy tűnik, nincs garancia. A jövőre életbe lépő új törvény lényege ugyanis Barát Gábor szerint éppen az lenne, amit az OECD javasol, azaz, hogy a nyugdíjakat a bruttó keresetek alapján állapítsák meg.